Meglepő, mégis hatásos kezdeményezéssel állt elő egy brit színházi társulat. Az ötlet pofon egyszerű. Hatalmas, több kilométeres dominósort állítanak fel városokon és azon belül lakóházakon, kerteken, vállalkozásokon keresztül. A cél az, hogy az építkezésbe és a szórakozásba bevonják a helyieket, akik így megismerhetik egymást és legyűrhetik a társadalmi elszigetelődést. Az utóbbi napokban ellepték a közösségi médiát azok a felvételek, amin az látható, ahogy hatalmas méretű dominókat építettek fel keresztül Kasó Kanadában. Vasárnap ugyanis Torontóban debütált az a nyilvános művészeti installáció, amelyben 8000 óriási dominó bukfencezik keresztül a városon. Az Európában, Ausztráliában és Dél-Afrikában is bemutatkozó Station House Opera által létrehozott 2,5 kilométeren átívelő projektje teljes városrészeket kötött össze. Ennek a projektnek az a varázsa, hogy mindenkinek csak örömet okoz, aki itt van és személyesen megtapasztalja. De mint azt sejthetik, ez a projekt kizárólag az önkéntesek és az összes partner szenvedélyes összefogásával valósulhatott meg. Ugyanis ez a dominópálya végigfut a vállalkozásokon, otthonokon, átfut az utcákon, szóval rengeteg embert kellett megnyernünk ahhoz, hogy ez megvalósuljon. De azt hiszem, mindenki látta a projektben rejlő örömöt, és mindenki részt akart venni benne valamilyen módon. A társadalmi elszigeteltséggel a kanadaiak 43%-a küzd. Legtöbben egyáltalán nem is ismerik a szomszédjaikat. A mögöttes üzenete az, ami miatt nagyon izgatottak vagyunk, hogy Torontóba elhozhattuk ezt a projektet. Folyamatosan halljuk a híreket a társadalmi kapcsolatok hiányáról, arról, hogy az emberek elszigeteltnek és a szomszédaitól eltávolodottnak érzik magukat. Viszont ez a projekt csak az önkéntesek miatt lehetséges. Ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy az emberek kijöjjenek az otthonukból, találkozzanak a szomszédaikkal, részt vegyenek egy nagy közös kapcsolatépítésben. Ezt az érdekes kezdeményezést már a világ több pontján nagy sikerrel megvalósította a Station House Opera csapata, de Észak-Amerikában most először jutottak el, és hatalmas sikert arattak. Nagyon hálásak vagyunk, hogy először hozhatjuk el ide ezt a programot, és nagyon hálásak vagyunk a Station House Operának, akik nem csak kitalálták ezt a projektet, hanem az egész világot be is járták vele. De Észak-Amerika egyedülálló helyszín, nem igaz? Az utcáink nagyobbak, az épületeink nagyobbak. Szerintem nagyon izgalmas, hogy most először itt láthatjuk, és megfigyelhetjük, hogy a többi észak-amerikai város miként tanul majd a projektünk sikerességéből, abból, hogy közelebb hozzuk az embereket egymáshoz. A projektben 250 önkéntes vett részt, akiket mindössze néhány ajándékpólóval, táskával és étkezéssel motiváltak a szervezők. Érdemes tudni, mi a célja ennek az eseménynek, és azt is, hogy hogyan kapcsolja össze a különböző városrészleket, amelyek igazából egyáltalán nem is kapcsolódnak egymáshoz. Mint Niagara és Wellington, ezek mind különálló területek, igaz, de a dominókkal a szó szoros értelmében összekötjük őket, és szeretném, ha a közösség megértené, hogy ezek a dominók valójában összekötik a különböző városrészeket, a különböző embereket és a szomszédokat, akik a város különböző részein élnek. Nem csak azok a lakosok voltak lenyűgözve, akik részt vettek az építésben, hanem azok is, akik csak megtapasztalták a buli hangulatát. Nagyszerű volt egyszerűen csak hallgatni a tömeget. Fentről a dombról figyeltem. Láttam, hogy boldogan éjjeneztek, ahogy dőlt a dominó. Aztán irányt változtatott, és újra hatalmas éjjenzés. Teljesen extázisban voltak az emberek. A dominó hatás körülbelül fél órán keresztül lenyűgöző vizuális élményt nyújtott. A projekt nem csak a művészi kreativitást mutatta be, hanem a közösség életét is felpezsdítette.